Dia útja, ez a neve egy hiánypótló kiadványnak, amit az Egy Csepp Figyelem Alapítvány tárt most a nagyközönség elé. Dia mondjuk egy 39 éves két gyerekes anyuka, akinek megmérik egy rendezvényen a vércukorszintjét, ez túl magas lett, és akkor azt mutatja be ez a kiadvány, hogy mi a következő sok-sok lépés, amíg szakszerű ellátáshoz jut. Ezt a kiadványt Soltész Erzsébet írta, az alapítvány dietetikusa. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. És akár ez egy saját sztori is lehetne. Igen, nem? Sajnos már 39 nem vagyok, de nálam is 11 éve hasonlóan, tehát derültékből villámcsapásként érkezett ez a felismerés, hogy cukorbeteg vagyok, hogy azonnal kórházi ellátásra van szükségem. Annyira ami egy súlyosabb eset. Hát, itt akkor ez egy magas vércukorszint volt, azért dia útja nem ilyen drámaian indul, de nagyon fontosnak látom én azt, hogy amikor valaki megtudja, hogy picit magasabb vagy sokkal magasabb a vércukorszintje, akkor ne ijedjen meg, és miután hazament és kicsit lecsillapodott, lenyugodott, akkor is ott legyen a kezében valami, amin végig tudja követni, hogy nyugi, van megoldás, ki van találva, hogy ilyenkor mi történik. És amit én nagyon fontosnak tartok, az, hogy ő magának is részt kell vennie a betegségének a kezelésében. Ugye a cukorbetegségeknél két típust különböztetünk meg. Nyilván mind a két esetben ugyanaz a protokoll vagy az eljárás. Picit más. Az egyes típusú cukorbetegségnél általában a heves tünetekkel már nagyon magas vércukorszinttel indul a történet, úgyhogy itt leggyakrabban kórházzal indult. Akár egy rosszul lét, egy kóma, egy ájulás hívhatja fel erre a figyelmet, gyerekeknél a súlyvesztés, nem gyarapszik a gyerek, újra bepisél. A kettes típusú cukorbetegség ezzel szemben évekig tünetmentes, épp ez a legnagyobb veszélye. Tehát mire már egy picit magasabb cukrot mérünk, addigra már lehet, hogy évek óta fönnáll a betegség, és már gyakran ott vannak a szövődmények is. Közben látjuk ezt a útvonaltervet, hogy mi történik. Na, röviden azért menjünk végig, jó, hogy onnantól, hogy valakit sokkal egy ilyen rossz eredmény, mit kell csinálnia. Tehát egy alkalmi vércukorszint mérés az nem diagnosztikus. Utána mindenképpen a következő lépés egy házi orvosnál laborban történő ellenőrzés. Az infografikában ott vannak ezek a különböző sávok, hogy mi a normális, mi az emelkedett, mi a nagyon magas vércukorszint, de ha nincs súlyos anyagcserezavar, akkor mindenképp a házi orvos az első. Ott egy komplett vizsgálat történik, laborok. Itt születik meg a diagnózis, hogy valójában ez egy prédiabétesz, tehát egy diabétesz megelőző állapot, vagy már egy fennálló cukorbetegség. Ha nincs gond, tehát ha nincs cukorbetegség, akkor is a rendszeres ellenőrzés, évi egy vércukormérés mindenképp fontos. Ha meg már van gond, akkor meg egy komplett életmódkezelés indul. Étrend, testmozgás és ha szükséges gyógyszer, illetve inzulin. 750 ezeren vannak, ugye Magyarországon körülbelül? Hát a legújabb szám 772 ezer, ez 14 év alatt egy 40%-os növekedés, tehát ez rendkívül magas. Nagy ugrás. És milyennek a szoka egyébként? Hát a kettes típusú cukorbetegségnél az életmód nagyon elő kevés tudja mozgás segíteni, vagy hát tudja rontani a genetikai hajlamot, mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás, és a túlsúly bizony az nagyon, nagyon előrébb tudja hozni a cukorbetegség megjelenését. De ezek mind-mind olyan okok, kiváltó okok, amin viszont lehetne változtatni. Igen. Ezek szerint akkor az ország ilyen értelemben nem jól teljesít. Hát mindenképpen többet kellene az embereknek a saját egészségükkel törődniük. Ez a rendszeres szűrés az fölhívhatja a figyelmet arra, hogy már elindult valami, de akinek a családjában van cukorbeteg, egyenesági édesanyja, nagyszülő, ott nagyon komoly esélye van annak, tehát neki hajlama mondjuk 40%, hogy ő is cukorbeteg legyen, itt meg fokozottan kell figyelni arra, hogy tartani a testsúlyt, 3-5-ször elmenni, sétálni, biciklizni, kutyát sétáltatni, kertészkedni, tehát mozogni, és hát megfelelően étkezni. Miért van az, hogy ennyire homokba dugják a fejüket a magyarok, amikor minden statisztika arról szól, hogy a szemészeti szövődmények nagyon gyakoriak, és akár vaksághoz is vezethet egy kezeletlen cukorbetegség, ami azért egy elég horror következmény ahhoz képest, hogy azt úgy szinten lehet tartani ezt a betegséget. Igen, és ugye mellette még a másik adat, ami megdöbbentő, az a napi 10 amputáció cukorbetegség miatt. A napi 10. És ezeknek a szövődményeknek egy része a jól beállított cukorbetegség esetén megelőzhető. Tehát az egészséges emberre hasonló élettartam érhető el, ha megfelelően van kezelve a cukorbeteg. Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz azt elfogadni, hogy ugyanolyan felelősségünk van saját magunknak a megelőzésben, meg a megőrzésben, egészségmegőrzésben, mint az, hogy akkor bekapkodok egy pár gyógyszert, és majd minden rendben lesz. Tehát ezt a struc politikát ezeken az ingyenes lakossági szűréseinken én nagyon sokszor tapasztalom, hogy jó, jó az, meg anyukám is cukros,
meg férfi, nem férfi 100 kiló alatt. Tehát, hogy ezek a rossz beidegződések nagyon lassan tudnak csak az életmódváltástól félnek sokan? Hát igen, az nem annyira kényelmes. Mondjuk odafigyelni arra, hogy sokszor együnk, de keveset, megfelelő rossz tartalmú zöldséget, akkor a hagyományos magyar fogásokban azért picit szerényebben válogatni, cukrot kerülni, tehát ezek olyan alap dolgok, amiket minden női magazinban elolvasunk, csak betartani tűnik nehéznek sokak számára. Ha már ennyire aggasztó a helyzet, és ennyire tünetmentes is tud lenni egy cukorbetegség felnőtt korban, milyen időközönként érdemes ellenőriznünk nekünk a vércukorszintünket? Hát minimum évi egyszer, ez elég is, hogyha jók ezek az értékek. Ez ugye egy alapvérvételnél általában azt már szokták szűrni, ugye ez benne van? Igen, az éjgyomri az benne van. Én azt azért el szoktam mondani, hogy szerintem az egy jó alkalom, amikor egy ilyen világnapon, vagy lakossági szűrésen, futóversenyen valaki csak úgy megnézeti napközben, mert a cukorbetegség egyik előállapotában az éjgyomri még jó, de étkezés után, amikor már megevett egy lángost, vagy két fagyit, vagy egy korsó sört, utána derül ki az, hogy túlságosan megugrik. Ugye itt más a határérték étkezés után, ehhez képest figyeljük, és hogy hol mennyi, tartunk. Amikor már figyelni 7,8 az étkezés után egy órával megengedett normál, és hogyha ilyenkor mérünk mondjuk egy 10 és felett, akkor mindenképp oda kell figyelni már, tehát ezzel már tovább kell menni, és lehet, hogy még éjnyomorra jó a vércukorszintje. Tehát a rendszeres alkalmi szűrés ezért is fontos. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.